Sétálva, otthon a híres palotasoron, és otthon a messzeringó gyermekkorát idéző felső szeren. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy elmondhatom, elnök úrral nagyon sok közös emlékünk van, közös gyökerek kapcsolnak össze minket. Közös a csornai eredetünk, közös gyermekkorát. Engedjék meg, hogy hagyományunkhoz híven felolvashassam képviselőtestületünk határozatát. Csornaváros önkormányzatának képviselőtestülete 141/2012. május 29-i határozatával Csornavára díszpolgára címet adományozott dr. Áder Jánosnak, Magyarország köztársasági elnökének, volt országgyűlési képviselőnek, volt EU parlamenti képviselőnek, Csornaváros szülöttének, életművének elismeréseként a Városhír nevének öregbítéséért. Áder János pályafutása egy becsületes magyar ember története.
egy magyar emberé, aki egy vidéki kisvárosból, Csornáról, a Rába közfővárosából indulva járja meg Győrt, Budapestet és Brüsszelt, majd 2012. május 2-án Magyarország köztársasági elnöke lesz. Áder János 1959. május 9-én született, a család első gyermekeként. Édesapja egy helyi bolt helyettes vezetőjeként, édesanyja pedig az egészségügyben dolgozott. A család a rábaközi emberek hagyományait követve a tudás, a szorgalom és a teljesítmény tiszteletén nyugvó értékek szerint élt. Áder János Csornán a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Közoktatási Központ elődintézményében kezdte tanulmányait, majd a győri Révai Miklós Gimnázium. Kedves közönség, most pedig hallgassuk meg köztársasági elnök úr szavait. Itt Csornán ez nem akkora érdemű szintén szóval. Ha nem ért hozzá valaki, az lenne a meglepő. Miért vagyunk a világon? Idézte polgármester úr Tamás Járon szavait. Hogy valahol otthon legyünk benne. Tisztelt polgármester úr, eminenciás püspök úr, tisztelt polgármester hölgyek és urak, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves csornaiak! Talán sok munkájuk mellett volt idejük figyelemmel kísérni, hogy a hét nagyobb részét az országtól, Magyarországtól messze távol töltöttem. Látom, többen bólogatnak. Talán arról is értesültek, hogy az Úta Békért Alapítvány kitüntetését vehettem át New Yorkban. Kevesebben bólogatnak. Érdekes dolog ez. Felkészítőjük Molnárné Dukai Éva tanárnő. A népdal körután a Pántliga Néptánc Együttes lép a színpadra. Az együttes 2009-ben ünnepelte megalakulásának 25 éves évfordulóját. A táncsoport a Csornai Nagy utcán.
Segítségével emeletet húztak az épületre, amelyben kisdedobó kapott helyet. A kedves nővérek több mint 70 éven át tartó apostoli munkájára a jelenben, a Jézus szíve templom oltárképe emlékeztet bennünket. Egy isteni megváltó leánya kézen fogva vezeti a gyermekeket az Úr Jézushoz. Thank you.
József elnök úrnak volt a temetésen, és akkor olyan megdöbbenve vettem észre, hogy tulajdonképpen ott van a katonaság, ott vannak az állami szervek, és katolikus temetés van. Lehet imádkozni, nem kell körülnézni. Valahogy akkor tudatosult bennem, hogy mit jelent az, hogy egy ilyen lelki skizofrénia megszűnt. Végezetül fogadja köszönhetünképpen ajándékunkat. Dicsértessék be Jézus Krisztust!